rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. No, a vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Az OPEC-ről beszélgetünk, vagy OPEC-ről beszélgetünk, és már a hallgatók is kérdezték, de mi is ezzel kezdjük, hogy oké, de miért nincsenek benne az oroszok, meg miért nincsenek benne az amerikaiak? Igen, hát ezek nagyon szép politikatörténeti kérdések, és látni kell, hogy ez az OPEC ez azért alapvetően egy kifejezetten közel-keleti és azon belül is egy szaudiak által vezetett lobby szervnek indult, és azért nagyjából ez is maradt. Tehát az a költői kérdés, hogy olyan az Egyesült Arab Emirátusok miért csatlakozott később. Ugye a szorgalmas hallgatók, akik mindig velünk vannak hétfő reggel, már tudják, hogy azért az emirátusok az nem volt a legnagyobb barátja a szaudiaknak, és a mai napig nem az. Tehát voltak mindenféle kísérletek, hogy más lobbik is tudjanak érvényesülni. És ugye itt a hidegháború kellős közepén, hát sem az amerikaiak, sem a szovjetek, már nem egy közös klubban nem akartak még beugrani. Úgyhogy aztán ez így is maradt, és hát érvezik az ilyen kívülállási lehetőséget, kivéve amikor nagy olajárválság van. De a maguk módján azért az oroszok Iránon keresztül ugye mindig mondjuk úgy, hogy tudtak koordinálni és egyeztetni, amikor szükséges volt. Az USA pedig, hát most végigmehetnénk a történelemmel, a legérdekesebb az most, ami várható, hogy ugye Biden nagyon erősen zero kibocsátás párti, tehát 2050-re meghirdette ezt, amit ugye Trump soha nem ejtett volna ki a száján. Viszont ehhez azt is hozzácsapta, hogy gyakorlatilag nem lehet a szövetségi területeken újabb fracking és más típusú kutakat nyitni. És így aztán hirtelen megint importőrré kezdett válni az Egyesült Államok az elmúlt fél évben. Tehát egy nagyon érdekes visszaalakulást látunk, miközben előtte ugye Trump alatt ilyen szempontból az önállátást simán elérte. Igen. Történelmi fordulat volt. Igen. Botond, ja bocsánat. Fejezd be a gondolatmenetet. Csak annyi, hogy tehát ebből látszik, hogy ez kezd átalakulni, és vajon itt a nyugati világnak mi lesz a szerepe a következő 15-20 évben ebben az egész gáz- és olajbizniszben. Szerintem ez itt a fő stratégiai kérdés, hogy sikerül megtartanunk ebből beleszólást, tehát még akkor is, ha nem OPEC tagként, de lesz ebbe az Euróatlanti övezet nagy országainak beleszólása, vagy pedig átdobjuk ezt, elengedjük, és gyakorlatilag egy ilyen kínai-indiai piacra termelő közel-keleti társaság össze tud zárni. Uh-huh. Szerintem ez a második, ez egy feladás lenne, és nem lenne szabad stratégiai szempontból teljesen kivonulni ebből a történetből. Uh-huh. Van súlya ennek a szervezetnek? Illetve egyáltalán, mekkora, hiszen mert korábban volt. Igen, hát korábban politika csinálók igen. voltak. Most már nem annyira, és amikor ilyen hírek vannak, hogy na majd összeülnek, és akkor megbeszélik, de nem jutnak közös nevezőre, akkor valaki kikacsingat ebbe, csomó világpiaci szereplő meg nincs is benne, tehát hogy úgy van ez a szervezet, és hallhattuk, hogy a kitermelésben nagy súlya van, de nem tűnnek egységesnek igen, valahogy. Meg, és emiatt azt gondolom, vagy azt gondolnám felületes szemlélőként, hogy nem is tudnak politikát csinálni. Abszolút, szerintem jó szemüveg van rajtatok, tehát tényleg nem egységes, ahogy egyébként nem nagyon tudnátok egységes adatszervezetet mondani. Tehát ez a közel-keleti kooperáció klasszikus problémája. Most az egy kérdés, hogy ezen dolgoznak-e mások, hogy ez ne is lehessen egységes és sikeres ez a munka, vagy pedig ők maguk elég, hogy néhány hagyományos törzsi vallási ellentét miatt azért mindig megfúrják egymást. Valószínűleg ez a kettő együtt jól működik, és egyszerűen nem csak az olajtörténetben, tulajdonképpen ez a kivétel, hogy egyáltalán eddig eljutott az OPEC, és ugye az első alkalommal a 70-es években még legalább meglepetésszerűen le tudott csapni a világra, de ugye ez a meglepetés faktor is elmúlt. Tehát innentől kezdve azért jóval felkészültebb minden másik oldalon focizó játékos is, tehát vannak tározók, vannak alternatív útvonalak, azért rengeteget fejlődött a technika, a vezetékhálózat. Tehát ilyen szempontból azért a befolyását nem is veszítette el, nyilván az árkartel működik, de rengeteg az ellenérdek a házon belül is, így van. És politikailag mennyire homogén ez a társaság? Mert ugye azzal szokták gúnyolni az Egyesült Államokat, hogy ahol van olajod, a demokráciát exportál.
Húha. Húha. Elnézést, nem ezt beszéltük meg. Az egy erős gyomros és szívcsontorugás. Hát ezt most akár megnézhetnénk, hogy a posztolgatvészségben ott sikerült a demokrácia építés. Az is egy érdekes kérdés. Ezen kívül szerintem még kisebb esélye van ennek, hogy azt, amit mi most ezen értünk, az működik-e. Az, hogy van szavazás, ugye az nyilván nem egyenlő a demokráciával, és talán ezt nem érdemes összekeverni ezzel, de ez egy mondjuk úgy, hogy ideológiai és politikai kommunikációs narratív. Jó, akkor leegyszerűsítem a politikai kommunikációra a tények szintjére. Mennyire kell jóba lennie az Egyesült Államokkal az OPEC tagoknak, és mennyire vannak jóban az Egyesült Államok az OPEC tagjaival? Azért, mert például a hallgató kérdezi, hogy furcsa, hogy a világ legnagyobb olajcégei azok amerikaiak, meg jó esetben mondjuk nyugat-európaiak, és hát ehhez képest az olajkitermelő államok meg nem azok. Ez így van, és azért nem olyan régen volt, amikor a Saudi Aramkót, vagy ugye hát a 79-es iráni forradalomnak azért a háttérsztoria az nem kis részben az olajkitermelés államosításában húzódott. Tehát az, hogy az irániak iráni kézbe vették ezeket a cégeket, ugye a Saudiaknál ez egy kicsit barátságosabban ment végig, de hát évtizedekig ott voltak először brit, aztán amerikai vállalatok. Tehát itt kőkemény egybefonódások vannak, ami egyrészt ugye azért a technológiai fejlesztés még mindig ezekben a nyugati országokban történik, ez még oroszokra is igaz, tehát ugye Oroszország, amikor nem kap pénzt és technikát, akkor azért jóval nehezebben tud termelni, és ugye most erről szólnak a szankciók, tehát az oroszokat itt tudja megfogni az euróatlanti világ. Úgyhogy tehát a pénzügyi befolyás abból a szempontból, hogy összerakni egy ilyen projektet, oda menni, behívni a nagy finanszírozókat, hogy nem minden saját zsebből csináljanak, plusz ezt a technológiát is oda számítani, ez az, amiben van még előny. És ez az előny, amit szerintem nem szabad feladnia akkor is, amikor így zöldül a világ ezeknek az országoknak, mert hát lehet azt, hogy mi függetlenek leszünk, és már víznak, és mindenféle energián futunk. Egyrészt azért ez még 20 évig biztos, hogy komoly gázfogyasztás mellett fog történni, még akkor is, hogyha az olaj magában esetleg elkezd csökkenni. De másrészt azért a feltörekvő országok, a fejlődő országok ezt el fogják fogyasztani, köszönjük szépen. Tehát viszont azt a levegőt közösen szívjuk a bolygón. Úgyhogy ez szerintem egy brutális nagy érdekellentét, ami meg fogja határozni talán az egyik legmélyebb ilyen árkunkat az észak és dél között, vagy kelet és nyugat között is, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt az energiaigényét a fejlődőknek, lehet-e ott olyan piaci ugrást csinálni, hogy ne legyenek vége az olajkorszakon. Igen. Oké, na hát érdekes dolog ez az OPEC, olvasgatunk róla, elmegy a fülünk mellett, és lám, micsoda izgalmas téma van emögött. Köszönjük szépen! És akkor a hidrogénről még nem is beszéltünk, de majd egyszer beszélgessünk. Majd lesz hidrogén termelő országok közössége, akkor beszélgetünk. Igen, abszolút. Hát a HOPEC. Igen. Mi lesz, ha benne leszünk, ugye? Igen. Nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot! Köszönöm, sziasztok! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt a beszélgető partnerünk, és a témánk pedig az OPEC és annak a működése. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. No kérem, akkor néhány hallgató.